sok mérkőzésem van, és régóta benne vagyok ebben a világban, úgyhogy sok tapasztalata van, azt gondolom. Olyan célokért érkeztem, hogy jól szerepelj, segítsek a csapatnak, és remélem ez gólokban, gólpasszokban társul, és az a legfontosabb, hogy a csapat jól szerepeljen. Hogyha még akár nem ismeri úgy a játék, de mindent meg fog tenni azért, hogy a csapat sikeres legyen, ezt tudom ígérni. Nagyon jól érzem magam, azért sok ismerős volt, sok régi csapattársam van itt most, úgyhogy könnyű volt a beilleszkedés, és reméljük sikeres is lesz a szezon. Forgival régóta ismerjük egymást, hogy tartottuk a kapcsolatot, akár Óvári Zsoltival is, ő is azért a borsodi gyerek, úgyhogy Lipivel sokáig voltunk csapattársak, úgyhogy Fodor Feri is volt a csapattársam például, Toma is. Tehát mondom, majdnem a fél csapatot ismerem. Most születtek meg az ikreim, egy fiú, egy lány. Most ők az én büszkeségeim. Még ezért elég pici, 2 hónaposak, úgyhogy sok dolog van velük. A feleségemnek lesz dolga, de hát ügyes, úgyhogy megoldja. Nekem azért fontos a család, nyilván a karrierem is, de azt gondolom, ez egy olyan lehetőség számunkra, hogy mind a családnak is, és mind nekem a karrierem szempontjában is egy előrelépés lehet, úgyhogy ezért fogunk dolgozni, hogy sikeres legyen az év. Vannak jó ellenfelek, és például a Vasas vagy a Diózsör, ők olyan kerettel és olyan háttérrel rendelkeznek, ami azért lehet egy kicsit előrébb van, mint jó pár csapat itt az NB2-ben, akár NB1-nél is ott lennének az elején. Nálunk is olyan játékosok és olyan feltételek vannak, amik ugyanezzel felveszik a versenyt, és azért nagy tapasztalatú játékosok vannak, akik képesek arra, hogy e fölé tudjanak kerekedni. Szeretnék az első 2 helyen végezni, nyilván az a célom. Aztán, hogy mit hoz a jövő, azért ez egy hosszú bajnokság, nehéz bajnokság, sok jó csapat van. Úgyhogy nekem ez a legfőbb célom.